A férfi saját házában mészárolta le brutális kegyetlenséggel a családját, több generáció élt itt. Nagyszüleit, apját és bátyját megölte, anyját, nővérét, valamint annak barátját pedig életveszélyesen megsebesítette. Nem sokan 8 előtt értesítették a szomszédok a rendőrséget a gyilkosságról. Információink szerint a rendőrök kiérkezésükkor rosszul lettek a látványtól, ami a házban fogadta őket. A férfi egy bozótvágó késsel gyilkolt. Egy nagyméretű bozótvágó az elkövetés egyik eszköze, tehát egy macsete, de lehet még más szúró és vágó eszköz is. A helyszíni szemle még folyamatban van, tehát ezeket meg kell várni. Aki fölismeri. Ezt követően körözést adtak ki a férfira, a falut pedig körbezárták. A rendőrök a terrorelhárítási központ segítségét kérték a férfi elfogására, akik a kulcsi polgármesteri hivatalban állították fel a bázisukat. Több mint 40 kommandós és 300 rendőr vett részt az akcióban. A gyanúsítottat nem sokkal 12 óra után sikerült elfogni, egy kulcs melletti mocsárban találtak rá a terror elhárítók. A bozót alatt feküdt, kezében a bozót vágókéssel, ellenállást nem tanúsított. Az egyik kutyánk bejelzett, ment egy kört, és az egyik műveleti elfogó egységünk, aki abba az irány ment, megtalálta a férfit, egy bozót alatt feküdt. Ellenállást nem tanúsított, menekülni nem próbált. Az életben maradt családtagok állapotáról még nincs részletes információ. Annyi tudott, hogy az egyik a tragédiában életveszélyes sérüléseket szenvedett rokont több nyílt töréssel, valamint vágott sebekkel a Fejér megyei Szent György kórházba szállították. Hogy mi volt az indíték, amiért a kulcsi férfi lemészárolta a családját, egyelőre nem tudni. Annyi bizonyos, hogy közben súlyosan megsérült, ezért az előállítása előtt kórházba szállította őt a rendőrség. A Fehérvár Televízió híradóját Szabó Miklós Bence tudósította.